Ismét klóros vízre számíthatunk a városban, illetve a környező településeken, hiszen elkezdődött az ivóvízhálózat tisztítása. Csütörtökön a Barákai vízbázisnál elvégezték a fertőtlenítést, és hétfőtől már a mosatás zajlik, egészen a hét végéig, mely már érinti Ordast, Hartát és Dunatetétlent is. A Kiskunsági Víziközműszolgáltató Kft. Kalocsai üzemmérnöksége évente négyszer végzi el ezt a feladatot, ez most a második. Ebben az időszakban vízminőség romlással, időszakos vízhiánnyal és nyomáscsökkenéssel kell számolni. Valamint ekkora csapvíz a klórtartalma miatt csak korlátozott mennyiségben fogyasztható. Ezért is ajánlott a háztartásokban ilyenkor palackozott ásványvízzel készülni. Az időszakos vízhiány nem tesz jót a működő mosógépnek sem, így mielőtt bekapcsoljuk azt, fontos leellenőrizni, hogy folyik-e a csapból víz, illetve hogy nem zavaros-e.